Létezik egy természet fölötti dimenzió? Egy világ azon túl, amit mi ismerünk? Van élet a halál után? Léteznek angyalok? Álmaink tartalmazhatnak üzeneteket a mennyből? Megfejthetünk ősi természet fölötti titkokat? Léteznek igaz gyógyulási csodák? Sid Roth több mint 35 évet töltötte furcsa természet fölötti világ kutatásával. Kapcsolódj be te is Sid mai műsorába, melynek címe Ez természet fölötti. Hello, Sid Roth vagyok. Üdvözöllek világomban, ahol a természet fölötti természetes. Te mit csinálnál, ha úgy lennél, mint az, aki hal Istentől orvosként, bőrgyógyászként, aki ráadásul sikeres is ezen a pályán, és már sok évet csinálja ezt, és nem csupán jól praktizál, de még szereti is azt. Férje ugyanekkor nagyon jó karriert fut be, de szakmájában nem tud elhelyezkedni, szóval csupán egy minimálbéres állást kap. Emellett gyermekei is vannak. Mit tennél, ha egy ilyen helyzetben azt mondaná neked Isten, hogy mondj föl a munkahelyeden, hajtott az egész orvosi pályát, és maradj otthon háztartásbeliként. Mondhatnád, de hát álljon meg a menet, a férjem nem keres elég pénzt, ezt nem tehetem meg. Te igent mondanál Istennek? Könnyű, amikor valaki más teszi ezt meg. De te mondanál igent Istennek? Nos, ez a hölgy igent mondott, és Isten elvitte őt egy új iskolába, a sajátjába, ahol megtanította őt, hogyan imádkozzon ahhoz, hogy természet fölötti válaszokat kapjon. És most mindezt át akarja adni neked. Sid Roth vagyok, Dr. Jane Glancherrel. Jane, te is szent irítséget váltasz ki belőlem, el is mondom, hogy miért. Ha jól értem, Mihály arkangyal, a zsidó név felé rendelt angyal, legalábbis a Dániel könyve szerint, és sajnos vagy nem, de imáink következtében cselekszik csupán. Meséld el, mi történt Mihály arkangyal kapcsán, amikor fölhívott egy barátod. Igen, egyik délután egy barátnőm felhívott, aki egy nagyon kétségbejtő helyzetben volt. 15 percen belül ima válaszra volt szüksége, de semmilyen konkrétumot nem mondott el. Szóval imádkoztunk. Nem tudtam mit és hogyan imádkozzam, szóval azt mondtam, Uram, hogyan imádkozzam érte? Akkor hallottam egy belső csendes hangot, mely azt mondta, kérj meg engem, hogy küldjem el Mihály arkangyalt. Először azt gondoltam, valamit biztos félreértettem. Úgy gondoltam, hát hogyan kérhetnék én ilyet imában? De újra hallottam a hangot, ahogy az Úr azt mondta, kérj meg engem, hogy küldjem el Mihályt. Elég jól ismertem ezt a barátnőmet, szóval azt mondtam neki, most olyat fogok mondani imámban, amit még soha nem tettem azelőtt. Elég szokatlan lesz, de nagyon azt érzem, hogy Isten arra kér, hogy ezeket mondjam ki. Szóval azt mondtam, Uram, kérlek, küldd el Mihályt az ő angyalaival együtt ennek a barátnőmnek a házába, hogy megoldódjon a helyzete és a körülményei. Abban a pillanatban, látomásban azt láttam, hogy Mihály és egy seregnyi angyal lemasíroztak a barátnőm utcájába be a házába. Szóval hálát adtunk az Úrnak, és befejeztük az imát. Majd 20 perccel később visszahívott teljesen elképedve, mivel ténylegesen Isten 15 percen belül meg is oldotta a problémáját. Tudod, amit most elmondasz nekem, és minden más dolog is, amit megtudtam rólad, soha nem történt volna meg veled, Jane, ha akkor nem mondasz igent Istennek. Látjátok, Isten valami nagyon nehéz dolgot kért tőle, mivel ő bőrgyógyász, aki nagyon sikeres a szakmájában. S bár nem ismerlek téged személyesen, azonban abban a kisvárosban, ahol én valamikor éltem évekkel ezelőtt, ez a szakma az egyik legjobban megfizetett volt. És nem csupán sikeres bőrgyógyász, ráadásul a férjének nem sikerült szakmájában dolgoznia, csupán minimálbéres állása volt, és képtelen volt szakmájában elhelyezkedni, és ebben a helyzetben mondta neki Isten, hogy adja föl a bőrgyógyászi karrierjét, és mondjon fel a munkahelyén.
Ráadásul még be is perelték valami ügy kapcsán, szóval benne voltál egy jó kis káoszban, amikor Isten azt mondta neked, hogy mondj föl. Igen, amikor Isten ezt a szívemre nehezítette, egyáltalán semmi értelmét nem láttam ennek. Mielőtt férjhez mentem, azt mondtam, én soha nem leszek otthonülő, aki családalapítás miatt marad otthon. Két gyermekünk volt, anyám is velünk élt, és igazából ő volt, aki gondoskodott mindenről otthon, mivel még azt is terveztük, hogy felépítjük álmaink otthonát. Ahogy mondtad, férjem nem tudott szakmájában elhelyezkedni, szóval az én felmondásom azt jelentette, hogy összbevételünk 90%-át elveszítjük, plusz az összes egészségügyi juttatást. Mindennek tetejében ott volt ez a peres ügy, melyben eljárást indítottak ellenem, szóval azt gondoltam, ez őrültség. Isten a lehető legrosszabb időben kéri tőlem, hogy mondjak föl. És mit tettél? Nos, 3 hónapig küzdöttem Istennel, sok ima és bölcs tanácsadások kíséretében, végül fölmondtam. Isten még ezt a peres ügyet is arra használta föl, hogy arra ösztönözzön engem, hogy még több időt töltsek vele, és még többet olvassam a Szentírást. Isten igéje tele van bölcsességgel, azonban nem mond olyan konkrét bölcs tanácsokat, hogy mégis melyik egészségbiztosítást közs meg, melyik egyetemre írosd be a gyermeked, melyik üzletben vegyél gyermeked vékony lábára illő cipőt, én pedig mindig a legjobb döntést akartam meghozni. Rájöttem, hogy a mi emberi bölcsességünk annyira be van korlátozva, Isten bölcsessége azonban korlátlan. Szóval arra a következtetésre jutottam, hogy szükségem van az ő bölcsességére, nem a sajátomra. Elkezdte nekem megmutatni, hogyan tudok hozzáférni az ő bölcsességéhez. A valóságban volt orvosi diplomád, de készen álltál arra, hogy egy vadi új diplomát szerez, IIT-ből. Jane, tudod, mi az IIT? Hát persze, hogy nem tudod, mivel most találtam ki. Az IIT Isten ima tanonca. Az ima tanulójává vált. Mit jelentett ez? Nos, miután abba hagytam az állásom, a következő 16 évben háztartásbeli anyaként otthon tevékenykedtem, Isten ima tanoncaként, növedékeként. Isten közelebb vont engem magához, és használta azt, amit tanultam abban az időben, hogy hozzáférésem lehessen az ő korlátlan bölcsességéhez, ami teljesen megváltoztatta azt, ahogy imádkoztam. Hadd mondjak el egy olyan dolgot, amiről tudom, hogy megváltozott abban, ahogy imádkozott. Akart venni egy folttisztítót, meséld ezt el. Igen, találtam egy narancsszínű foltot a zöld szőnyegünkön, és annyira zavart, hogy semmivel nem bírtam eltávolítani a foltot. Napok óta ott volt, szóval elmentem egy üzletbe, és azt mondtam, uram, megmutatnád nekem, melyik folttisztító a legjobb? Mert mindegyik fajta jónak tűnt. Majd lenyúltam a legalsó polcról elvett dobozkáért, amihez le kellett térdelnem, hogy hozzáférjem. Azt mondtam, Istenem, ez a legjobb folttisztító? De semmi nem történt, nem is tudom, mit vártam, mégsem történt semmi. Majd kezembe vettem a második dobozt is, majd a harmadikat is, és ugyanezt kérdeztem. Amikor a negyedikhez értem, egy külső füllel hallható hangon azt hallottam, az a legjobb folttisztító. Azt hittem, Isten kandi kameráján át figyelnek, mert annyira meg voltam lepődve ettől, majd azt gondoltam, vajon egy angyal szólt, hiszen női hangot hallottam, akkor biztos nem Isten az. Majd ismét hallottam, az a legjobb foltisztító. Szóval a hang irányába fordultam, és megláttam 2 idős, őszhajú hölgyet, akik oda sétáltak arra az üzletsorra. Soha nem közvetlenül hozzám beszéltek, de amikor mögöttem sétáltak, ugyanaz a személy mondta ismét, az a legjobb foltisztító. Meg is vettem, a folt azonnal kijött, és ez az eset az egész ima életem megváltoztatta. Igazából ez volt a kezdete ima tanonságomnak, vagy tanítványságomnak. Ez megtanított az erőimára. Mi az erőima? Először hadd mondjam el, hogy mi nem. Nem egy formula. Nem az, hogy különleges szavakat használunk ahhoz, hogy Isten kegyeibe fogadjon, hisz nem kezelhetjük Istent úgy, mint az Aladdin lámpásában lévő dzsint vagy szellemet. Ennek az imának az alapja az Istennel való intim, bensőséges kapcsolatunk. Én mielőtt megtanultam ezeket az alapelveket, úgy hadartam el az ima kéréseimet, mint a bevásárló listámat. Kértem Istent, hogy adjon bölcsességet, majd ahogy fölkeltem, az első volt, hogy emberi logikázásom következtetéseim által rögtön nekiálltam a problémám megoldásaihoz. Isten soha nem volt közvetlenül a döntéshozó. Ha nem tanuljuk meg, hogyan beszél Isten, lehet kihagyjuk, amikor szól hozzánk. Beszélhet hozzánk a Szentíráson keresztül, ami a leggyakoribb módja, de szólhat hozzánk úgy is, hogy ad egy képet, egy látást, egy benyomást vagy egy álmot. Hadd mondjam el, ami engem nyomaszt az,
hogy a keresztények kétharmada, ahogy bekerül a középiskolába, elhagyja hitét. De miért? Azért, mert az elméjük szintjén lévő ismerettel rendelkeznek csupán, de nincs semmilyen megtapasztalásuk, tehát az ismeretük nem azon alapszik, amit átéltek. Amikor visszajövünk, szeretném, Jane, ha megtanítanád azt, hogy tudják még a gyerekek is megtenni mindezt, amit felnőtteknek tanítunk. Tudod, az a Biblia igeverse jutott eszembe, hogy az pedig az örök élet, hogy megtapasztalási szinten megismerjünk téged. A Beast fordítás alapján. Jean, hogyan állíthatjuk meg azt, ami a fiatalokkal történik, különösen a középiskolás korúakkal? Sokan vannak közülük, akiket keresztényként nevelnek, de ahogy te is voltál, nekik sincs más, csak fejtudásuk, elmeszintű ismeretük. Azért hisznek, mert a szüleik arra tanították őket, hogy hinniük kell. De abban a pillanatban, hogy bekerülnek az iskolába, osztálytársaik kigúnyolják őket, és azonnal el is fordulnak a hitüktől. Hogy tudnánk változást előidézni náluk nevelésük során? És én pontosan ugyanezt éltem meg, mivel minden Isten ismeretem csak is fejtudáson alapult. Ahogy bekerültem a középiskolába, elfordultam a hitemtől, akkor adtam át újra az életem Krisztusnak, amikor jelentkeztem az orvosira. Óriási bennem a lelkesedés és szenvedély az iránt, hogy tanítsam a gyerekeket és a fiatalokat arról, hogy hogyan tapasztalhatják meg Istent, hogyan élhetik át ezeket a személyre szabott imák válaszait. Mert ha egyszer megtapasztalod, milyen az, hogy meghallod Istent, vagy meglátod az imái természet fölötti megválaszolását, onnantól fogva nem tudod letagadni Isten létezését, és elkezded meglátni, hogy mennyire szeret téged, mert megmutatja neked, mennyire törődik veled az életed legapróbb pici részleteiről is, és így építi fel a hited. A kedvenc történetem a lányodról, a szülinapi parti, amikor egy szokatlan ajándékot kapott, egy pár zoknit. Nem csupán megdöbbentő volt, hanem olyan zokni volt, amin még lyuk is volt. Meséld ezt el. Igen, lányom kapott egy ajándékot. Ez egy különleges pár zokni volt, ami több színű volt, és ez számára izgalmas volt, mivel a legjobb barátnőjétől kapta. Amikor azonban kibontotta és fölvette, hogy felpróbálja, a legnagyobb megdöbbenésére ez egy lyukas zokni volt. Úgy jött hozzám, hogy teljesen ki volt akadva, nagyon mérges volt, mert azt gondolta, direkt ki akart vele szúrni ez a barátnője, vagy hogy szándékosan kitolt vele. Én pedig azt mondtam neki, tudod mit, kérdezzük meg Istent arról, hogy mi az igazság. Így leültünk és figyeltünk arra, hogy Isten mit mond, amikor megmutatta nekem, hogy ez a lány annyira szeretett volna valami ajándékot adni a lányomnak, de nem volt pénze semmit venni. Az egyetlen, amit tudott adni, az egy pár zokni abból, ami a sajátja volt. De én nem akartam ezt a lányomnak elmondani, hisz azt akartam, hogy ő maga hallja ezt Istentől, és Isten neki is megmutatta. Hirtelen megváltoztak az arc kifejezései, eltűnt belőle minden harag, és teljes könyörületességre indult a szívében. Azt mondta, anya, Isten azt mutatta most nekem, hogy a barátnőm annyira szeretett volna adni nekem valami ajándékot, de nem volt pénze, hogy vegyen bármit is. Majd azt sajnálta, hogy korábban mérges volt rá, és teljesen megszánta ezt a kislányt. Micsoda életre szóló lecke ez. De mi a helyzet azokkal a felnőttekkel, akiknek soha nem volt része ilyen jó oktatásban, akiknek nem volt olyan anyukájuk, aki Isten ima tanonca. Mi hogyan hallhatunk Istentől? A következőt szoktam tanítani az embereknek. El kell csendesedned, tehát olyan helyen kell lenned, ahol csönd van, és nincs semmi figyelem elterelő dolog, mint mobiltelefon, elvégzendő feladatok listája, vagy hogy mit fogsz majd ebédelni. Meg kell tanulnod az elmédet is lecsendesíteni, mivel sok ember az elméjében beszél imádkozás közben, és nem tesznek mást ez alatt, mint hogy kielemzik a problémát, és előállnak valami megoldással, csak épp nem Istent hallgatják. Ezzel Istent a mellékvágányra helyezik csupán, anélkül, hogy ezt tudnák. Pontosan. Még csak föl sem fedezik. Ez így van. Én mindig ezt csináltam. Gimnazistaként én voltam a kielemzés királynője, megvizsgáltam a dolgok előnyeit és hátrányait. Lineáris, logikus gondolkodásom volt. Azt látom. És tudod, honnan látom? Onnan, hogy én is ilyen vagyok. Az orvostudományban ez segít, csak épp az imában nem, mivel akkor nem lehet az emberi logikára támaszkodni, az okoskodásra, érvelése, mivel az pont, hogy kiszűri Isten legjobbját, melyet adni akar neked. Így tehát meg kellett válnom az előnyök hátrányok listámtól, mivel a Róma 8.6 szerint a test gondolata csupán az érzéki síkon történő érvelés a Szent Szellem nélkül. Épp ez győzött meg engem is abban, ha érvelésekkel próbálom a saját gondolataim szerint megoldani a problémát, akkor nem is Istentől várom a választ.
választ. Szóval elkezdtem lecsendesíteni az elmémet, elengedtem magam, és figyeltem, tehát összpontosítottam arra, hogy halljak. Elvárásaim voltak arra, hogy hallani fogok Istentől, és válaszokat kapok. Ez kulcsfontosságú, hisz itt nem csak a meghallásról van szó, hanem a hitnek egy dimenziójáról is. Értitek ezt? Elvárásoknak kell lennie. Úgy kell hozzáállnod, én hallani fogok Istentől. Ahogy a szünetről visszajövünk, Jane-t a Szent Szellem mentorolta az erő imában, és megkérem majd, hogy osszon meg velünk természet fölötti titkokat. Nos, Isten Jane egy olyan helyzetbe hozta, ami által ő az ima tanoncává vált. Szó szerint Jézus lábainál ülve tanult imádkozni. Mondj el egyet a titkok közül, amit Isten mutatott neked az erőima kapcsán. Igen, az egyik kedvencem Isten szívének megérintése. Amikor azt kérdezed Istentől, hogy először is mi van az ő szívén, mielőtt még elétárnád mindazt, ami téged aggaszt, azzal ténylegesen megadod neki a szabad uralmat és jogot, hogy beszél neked bármiről az életedben, vagy annak az embernek az életével kapcsolatban, akiért imádkozol. Ha jól értem, akkor te minden reggel így indítasz, ez a fajta ima az, amit imádkozol, elmondanád megint? Igen, így kezdem. Mondd el, hogy szoktál imádkozni. Egyszerűen azután, hogy hálát adok Istennek és dicsérem őt, azt mondom, Istenem, mi van ma a te szívedben? Ez annyira más. Általában ilyenkor jön a bevásárlási listaszerű ima. Igen, de ezt gyakorolva elképesztően csodás dolgokat hallottam az Úrtól. Egyszer például egy barátnőm áthívott magukhoz, hogy imádkozzunk egy problémája felől. Úgy kezdtem az imát, hogy először is Istent szeretném megtisztelni azzal, hogy megkérdem, mi van az ő szívén. Abban a pillanatban egy olyan dolgot mondott nekem Isten, ami nagyon meglepett. Tisztán és világosan azt mondta nekem, édesanyád nem fog meghalni ebben az évben. Beteg volt az édesanyád? Már több mint 80 éves volt, de teljesen egészséges. Tudtad tehát, hogy ez nem amolyan pizza álom. Nem, ráadásul másodszor is hallottam, nagyon-nagyon tisztán és világosan. Leírtam a naplomba, és még akkor fogalmam sem volt arról, hogy hónapokkal később ez még rendkívül fontos információ lesz. Az történt ugyanis 3 hónappal később, hogy édesanyám este 9-kor a házból kilépve a garázsba, rosszul lépett és elesett. Életveszélyes sérülései voltak, ráadásul senki nem hallotta, hiába kiabált segítségért. 7 órán át feküdt ott a földön, kint a garázsban, mire a szomszéd észrevette és hívott segítséget. Ahogy felhívtak ezzel a hírrel, az Úr emlékeztetett a korábbi kijelentése, hogy ebben az évben nem fog meghalni az édesanyán, így teljesen meg tudtam őrizni a nyugalmam. Ahogy bementem a kórházba, a sürgősségén azt mondták, jobb, ha értesít a többi családtagot, mert annyira súlyosak a sérülései, nem fogja túlélni. Előhúzta a röntgen felvételeket, melyek megmutatták a fehér-fekete tényeket, de azok fel sem érhettek Isten igazságával. Azt mondtam az orvosnak, teljesen felépül az anyám. Várj egy percet, de hát te magad is orvos vagy, nem akad ki ezen az orvos egy kicsit? De valószínűleg azt gondoltam, megőrültem. Hogy mesugá vagy, ami héberül azt jelenti őrül. De nem csak ennyi történt, az orvos azt mondta, annyira súlyosak a sérülései, hogy el kellett szállítaniuk az első szintű trauma központba. Szóval átkerült egy másik kórházba. Neked azonban teljes meggyőződésed volt, hogy nem fog meghalni. Hát persze, abszolút, mivel maga Isten mondta, hogy nem fog meghalni. Isten annyira csodás. Még mielőtt megesett volna ez a dolog, már akkor kijelentette, ez tetszik, ez az ima erő része? Abszolút, teljesen ez az. Mivel tudtam, hogy mi volt Isten szívén, attól minden teljesen más lett, az szerinti döntéseket hoztunk meg édesanyámmal kapcsolatban. Többszörös problémák is előjöttek a felépülése során, és akárhányszor ezek feljöttek, megvallottam mindig a Zsoltárok 118.17-et, hogy anyám nem fog meghalni, élni fog, és hirdeti majd Isten dicsőségét. Minden döntésem arra alapoztam, hogy ő nem fog meghalni, hanem fel fog épülni. Kicsit korábban már beszéltél arról, hogyan imádkoztál korábban, és hogy most hogyan imádkozol. Tudnál mondani egy olyan példát az életedből, amikor így imádkoztál, mint ahogy most? Oké, egyszer szerettem volna egy karácsonyi ajándékot adni egy barátnőmnek, de fogalmam sem volt, hogy mit vigyek neki. Korábban talán nem is imádkoztam, sokkal inkább azzal sóhajtottam föl Istennek, hogy Istenem, adj kérlek bölcsességet, hogy mit vigyek, de aztán rögtön mentem boltról boltra, ahol vettem ezt, azt, majd otthon azon filóztam, vajon tetszeni fog neki, vagy sem. Túl sokat költöttem, vagy épp túl keveset? Nagyon tipikusnak hangzik. Te, aki hallgattad, én neked is ismerős, szerintem igen.
Most viszont már így ültem le imádkozni. Uram, fogalmam sincs, mit vigyek a barátnőmnek, de te tudod a legjobban. Megmutatnád, mi áldaná meg őt? Azonnal kaptam egy olyan benyomást, hogy vegyek neki egy téli zöld gyapjú kabátot. Ezt abban az időben hallottam, amikor nálunk nem lehetett kapni csak újatlan gyapjú mellényt. Így hát kiavítottam Istent, és azt mondtam, sajnálom, de kabátot nem csinálnak gyapjúból, csak mellényt. Mi másnak örülne még? Erre másodszor is azt hallottam, gyapjú kabát. Erre azt gondoltam, biztos az ellenség akar becsapni. Használva a Máté 18:18-at, azt mondtam, megkötözöm az ellenséget, aki beszél most hozzám. Harmadszor is megkérdeztem Isten, minek örülne a barátnőm, és mondanom sem kell, újra hallottam gyapjú kabátnak. Akkor tehát arra gondoltam, hogy tudnék erre megerősítést kapni, hogy megtudjam, Istentől van ez. A következő mondatom tehát az volt, Istenem, ha ez tőled van, megmutatnád, hol találok ilyen kabátot? Rögtön kaptam egy képet arról az üzletről a városban, ahol általában nem szoktam vásárolni. Azt mondtam, na, akkor ezt most jól letesztelem, kipróbálom, elmentem, megnéztem minden válfára kiakasztott kabátot, majd azt mondtam, Istenem, hol van a gyapjú kabát? Majd a kiárusításhoz értem, és megláttam fölakasztva egy darab téli zöld színű gyapjú kabátot, ami épp a barátnőm méretében volt, és ráadásul nagyon jó árban. Az erőimának köszönhetően egyik szépsége, hogy azóta nem járok boltról boltra vásárolni, ezzel időt is és pénzt is megtakarítok. A barátnőm pedig nagyon örült az ajándékának, teljesen ráillett. Nekem nagyon tetszik az alapelve ennek az erőimának. Ez sokkal jobb, mint a korábbi bevásárlási listaszerű imák. Kezd minden reggelt azzal, hogy úgy imádkozol, Istenem, mi van a te szíveden? Én Istennek tetsző életet akarok élni. Azt akarja, hogy ne csupán hallj róla, hanem megtapasztalás, átélés szintjén ismerd őt meg. Ha azt mondod Istennek, hogy bocsássa meg a hibáidat, hidd el, hogy Jézus vére mindazt elmosta úgy, mintha soha meg sem történt volna. Kérd őt, hogy segítsen elfordulni azoknak a rossz dolgoknak a megcselekvésétől, és mondd azt, Jézus, jöjj a szívembe, légy az életem ura, válj valóságá számomra. Meg akarlak ismerni megtapasztalás átélés szintjén. Te vagy Isten szívén. You are on his heart.